Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autórum YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Mint látható, most nem egy autóban ülök, viszont az autókkal kapcsolatos termékkel fogok foglalkozni, méghozzá egy Lamax C9 névre hallgató fedélzeti kamerával. És a videó elején nem arról kezdek majd beszélni, hogy mi is az a fedélzeti kamera, hiszen ha valaki ezt a videót nézi, valószínűleg tisztában van vele, hanem inkább az a kérdés, hogy milyen fedélzeti kamerák vannak a piacon. Hiszen vannak olyanok, amelyek csak sima képfelvételre képesek, olcsóbbak, kedvezőbb árazásnak köszönhetően talán egy kicsit jobban elterjedtek. Vannak viszont olyanok is, amelyek már beépített GPS modullal rendelkeznek, többek között ez a C9-es modell is ilyen, így már nem csak azt láthatjuk, hogy hol vagyunk, hanem pontosan helymeghatározás segítségével tudjuk is bizonyítani, hogy bizony mi azon a ponton jártunk-keltünk. Mert hogy egy fedélzeti kamera, bár sok országban nem engedélyezett a használata, azért képes, ha nem is teljes mértékben, de bizonyítással felhasználni egy esetleges baleset vagy koccanás során, de arra is tökéletesek ezek a készülékek, hogy akár útifilmet készítsünk velük. A mostani videóban tehát a Lamax C9-el foglalkozunk, ami egy 2K felbontásra képes és beépített GPS-szel rendelkező fedélzeti kamera. Megnézzük tehát, hogy mit tud ez a modell, mennyire ajánlható és milyen képminőséggel rendelkezik. Kezdjük rögtön a csomagolással, hiszen számos ajándékot kapunk, mint tartozéka a készülék mellé. Nyilván itt van maga a kamera, a hozzátartozó GPS modullal, valamint egy szütyőt is kapunk, amivel tudjuk hordozni, ha esetleg el kell rakni valamilyen országban, vagy nem használjuk. Egy nagyon hosszú szivargyújtó microUSB kábelt is kapunk, pont azért, hogy az A-oszlopnál el lehessen vezetni, és esztétikusan el lehessen helyezni úgy, hogy ne zavarjon a kilátásban minket ez a kábel, és egy kisebb microUSB-t is kapunk, ha esetleg tölteni szeretnénk, vagy csak simán lemásolni róla az adatokat. Ezen kívül még van használati utasítás, valamint néhány matrica is, szóval minden szükséges tartozékot megkapunk ebben a csomagolásban. A Lamax C9-ről pár szóban azért érdemesebb beszélni, hiszen oldalt található rajta egy microSD foglalat, amiben minél gyorsabb kártyát érdemes helyezni, hiszen azért a 2K felbontású videók igenis gyors adatforgalmat igényelnek. Maximum 64 GB-os kártyát támogat a készülék, ezt ki is próbáltam és teljes mértékben tudta kezelni. Az előlévő kamera szenzor maximum 2560x1080p felbontású videókat képes rögzíteni, méghozzá 30 képkocka per másodperc sebességgel, a kamera képét, illetve esetleg a videókat pedig vissza tudjuk nézni a hátul található egész méretes 2,7 incses kijelzőn. Jó a képminősége ennek a kijelzőnek, jól látható minden, persze nem azt mutatja feltétlenül, amilyen felvételek készülnek, mert a dinamika tartománya nem annyira jó, mint magának a kamerának. Egy ilyen eszköznél fontos a látószög is, itt 150 fokos ez az eredmény, ami pont arra elég, hogy az előttünk lévő 1-2-3 sávot lássa a kamera, tehát hogyha bármi történik, akkor azt képes is rögzíteni. Van benne gyroszenzor is, ami arra jó, hogyha valamilyen baleset történik, vagy vészfékezés, akkor érzékeli a lassulást a kamera, és rögtön egy olyan felvételt készít, amilyen biztonsági fájként lesz eltárolva, tehát nem törli. Ugyanis beállítható, hogy hány perces felvételek készüljenek, 1-2 vagy 3 perces, és ilyenkor mindig loopolja a felvételeket a készülék, tehát hogyha eléri a microSD kártya kapacitásának határát, akkor a legrégebbi felvételt kezdik felülírni, viszont ezeket a vészhelyzet felvételeket mindig eltárolja, tehát ezek nem lesznek felülírva. Nagyjából egyébként egy olyan 3 perces felvétel a maximális felbontásban 4-500 megabajtot emészt föl, szóval mindenképpen egy nagyobb kártyát érdemes belehelyezni ebbe a készülékbe. Észrevehetünk még felül 4 gombot, ezek közül némelyik módválasztásra, tehát fotózásra vagy videózásra, esetleg vészhelyzet felvételre alkalmazható, van bekapcsoló-kikapcsoló gombunk, illetve a menüben is tudunk fölfele-lefele lépkedni a baloldali gomboknak a segítségével. Rögtön a képernyőn láthatjuk a dátumot, hogy hány percnél tart a felvétel, milyen felbontásban rögzítünk, menti-e a microSD kártyára a felvételt a készülék, valamint hogy milyen sebességgel haladunk, amit az eszköz a beépített GPS modul segítségével tud kiírni. A kiírt sebesség teljes mértékig pontos, egy telefonon is összehasonlítottam az eredményeket, és a Waze navigáció, illetve maga a menetrögzítő kamera is ugyanazokat az adatokat írta ki. Fontos, hogy ahhoz, hogy ezek az adatok, tehát a sebesség kiírásra kerüljön, mindenképpen a GPS modulnál lévő microUSB-nél kell tápellátás alá helyeznünk a menetrögzítő kamerát. A menüben meglehetősen sok dolgot be tudunk állítani, egyrészt a hangerőt be tudjuk kalibrálni, a sebességhatárt meg tudjuk adni, hogy mikor csipogjon, hogyha mi azt túllépjük, adatbázist is be tudjuk aktiválni, hogy szóljon nekünk, hogyha valami talál, ahol esetleg sebességmérő kamera van, ilyenkor jelez is az eszköz azonnal, illetve a GPS-t is ki, illetve bekapcsolhatjuk, hogy szeretnénk. Az eszközbeállítások között felbontást találunk, minőséget,
dátumot is, időt, folyamatos felvételt, ugye itt mondtam, hogy lehet 1-2 vagy akár 3 perces is egy felvétel, sőt 5 percre is állítható, hogyha szeretnénk. A gyroszenzornak az érzékenységet is megadhatjuk, hogy nyilván nem minden egyes kártyúba belehajtás esetén készítsen biztonsági felvételeket. Mozgásérzékelést is aktiválhatjuk, hangfelvételt, hiszen képes az eszköz arra, hogy hangot is felvegyen méghozzá ilyen minőségben. A Lamax C9 nagyjából ilyen minőségben veszi fel a hangot, körülbelül 80-90 km/h tempónál. Szóval, hogyha az ember beszélget bent és közben ne adj Isten valami baleset történik, vagy jobb esetben úti filmet szeretne rögzíteni és közben alábeszélni, akkor körülbelül ilyen hangminőségre számíthat. Képes figyelni a sávokat is, és figyelmeztet arra, hogyha esetleg elhagytuk, és ugyanúgy csipog. A beállítások között pedig dátumot és időt, frekvenciát, expozíciót, képernyővédőt, vagy éppen hangot, tehát hogy az készüléknek legyen hangja, ezeket tudjuk kalibrálni. A menüben tehát számos dolgot kalibrálhatunk, de ennél sokkal fontosabb, hogy milyen képminőséggel rendelkezik a Lamax C9 kamerája. Olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy lényegében minden időjárási körülmény között ki tudtam próbálni ezt a kamerát nappal, napsütésben, ködös időben, éjszaka és éjszaka esőben. Ezek a felvételek következnek tehát most, amikor nappali, tehát fényes, napfényes időben kezdtem menni ide-oda az autóval és a kamerát használtam, akkor jól látható, hogy kellemes a dinamika tartomány és a részletesség, vonalélesség is rendben van, az elsuhanó táblákat is jól láthatjuk, illetve az előttünk haladóknak a rendszámát is kivehetjük, ez mind fontos szempont, és a kamera ki is írja, hogy hány kilométer órával haladunk. Sajnos azt viszont nem jelzi, hogy pontosan merre járunk, sem koordináták, sem pedig más segítségével. Nyilván elmenti ezeket az adatokat, de nem láthatjuk a felvételen, ez némi hiányosság én szerintem. Amikor mondjuk ködösebb, felhősebb idő volt, akkor sem csorbult a minőség, és teljesen rendben voltak a maximális felbontáson készített kisfilmek, ilyenkor is jól látszódott, hogy a kamerának a látószöge is rendben van, illetve a dinamika tartománya, valamint a részletgazdagsága is. Talán azt mondhatom, hogy nem hagy semmilyen kívánivalót maga után ebben a kategóriában. Amikor beköszöntött az este, nyilván egy picit már romlott a képminőség, de hát a fedélzeti kamerák nem is tudnak ilyenkor brillírozni, rendben voltak a dolgok itt, és hogyha ráközelítünk egyes táblákra, akkor még mindig jól kivehetőek a különféle feliratok, és ez a legfontosabb. A dinamika tartomány viszont ilyenkor nem annyira kellemes, mint nappal, például én egy ledes fényszóróval rendelkező Peugeot 2008-al közlekedtem, és amikor rávilágítottam az előttem haladónak a rendszám táblájára, abból semmi nem látszott, csak egy fehér paca. Szóval ezért itt még lehetett volna valamit javítani a szenzoron, vagy mondjuk a rekeszértéket lejjebb vinni, pont azért, hogy világosabbak legyenek a felvételek, és jobb lehessen a dinamika tartomány. Amikor már elkezdett esni, akkor ugyanaz volt a helyzet lényegében, mint amikor még száraz idő volt. Persze látható volt minden, de azért ilyenkor már valószínűleg még ennél is magasabb szintű kamerákra van szükség ahhoz, hogy minden tökéletes legyen. A kamerának a felhelyezése rendkívül egyszerű, hiszen van egy tapadó korongunk, és magát a modult, ami feltehetőleg a GPS tartalmazza, azt kell egy kicsit elcsavarni, és ezzel szívja a szélvédőhöz magát a kamera, majd utána áramforráshoz kell helyezni méghozzá a microSB-s szivargyújtó töltőnek a segítségével. A készülékben van egy 150 mAh-s akkumulátor, ám ez csak arra való, hogy igazából, hogyha véletlenül kihúzzuk, akkor gyorsan visszadugva ne kapcsoljon ki a kamera. Egyéb esetben viszont, amikor leállítjuk az autót, akkor ez a kamera is megszűnik működni. A Lamax C9 nagyjából 42-43 ezer forintért vásárolható meg a különféle helyeken, ez pedig egy ilyen képességű kamerától nem rossz, hiszen 2K felbontás, GPS modul, nagy kijelző, kompakt méret, és teljesen kellemes tudás az, ami párosul ehhez a kamerához. Persze tény és való, hogy vannak még azért bőven menetrögzítő megoldások a piacon. Például korábban teszteltem az AZ-domnak a megoldását, de képminőségben nem veszi fel a versenyt ezzel a Lamax C9-el, illetve ott van még a 70 May-nek is a kamerája, ami azért szintén jó minőségű felvételeket garantál, tehát rengeteg fedélzeti kamera van a piacon, de az biztos, hogy a Lamax C9-el nem lövünk mellé, szóval, hogyha egy ilyet beszerzünk, akkor azért egész kellemes tudású készülékre tehetünk szert. Én remélem, hogy tetszett a videó, lesz még majd több ilyen autótól elvonatkoztatható, de mégis autóiparral kapcsolatos termék ezen a csatornán. Hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkon, és iratkozzatok föl a Facebookra, illetve a YouTube-ra is, hogyha tehetitek. Köszönöm a figyelmet, szép napot, sziasztok!